sárgarépa, fehér gomba, zeller és hagyma, legényik a könyvfakasztás, elmarad és tékén hagyma. Az egyházközségben szolgáló lelkészek is részt vettek az összetartozás és a szeretet erejét hangsúlyozó előadásban, melyet a gyülekezet tagjai adtak elő a vállalóknak. Mivel itt a közösségek általában komoly szolgálatot végeznek, így például van nekünk a magvető közösség, aki szentmisén, szentségimádáson szolgálunk, itt viszont felszabadult örömmel tudunk együtt lenni, más közösségekkel is együtt, és ez hatalmas öröm. A közös kikapcsolódás tovább erősíti a gyülekezet tagjai közötti kapcsolatot, mondta a bál főszervezője. Akik egyek a hitükben, egyek az imájukban, azok legyenek egyek a szórakozásukban is. Szórakozunk együtt, hiszen a templomban jól érezzük magunkat együtt, akkor itt is nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Másrészt pedig újabb barátságokra, lelki társakra találunk egy-egy bál során. A bál bevételét a gyülekezeti ház felújítására fordítja az egyházközség. Annyi közösségünk van, hogy már nem tudjuk hova tenni őket, és nagyon-nagyon számítunk erre, hogy meg lehessen oldani ezt a feladatot. És mindegyikőjüknek legyen egy biztos helye, ahol az összejöveteleit tarthatja, ahova hazamehet. A bálon részt vett Dénes Sándor polgármester is. A farsang, a vidámságnak az ideje, a bálok ideje, és a Jézus szíve plébánia sokadik bálja, ez talán 16. ez a mostani, hívtak szeretettel, én pedig ahova hívnak, mindenhova elmegyek. A hagyományosan január utolsó hetében megtartott bállal vettek búcsút az egyházközség tagjai a farsangi időszaktól.